Szervusztok! A tippek, trükkök, ezer apró ötlet mai számában a papírsatírozóról fogok beszélni. Ez a film elsősorban azoknak szól, akik még nem ismerik ezt az eszközt. Mi is ez? Ez egy nagyon egyszerű dolog, összetekert papír, rút formájában. Nézzük meg egy egyszerű példán keresztül, hogy mire jó, mire lehet használni ezt a papírsatírozót. Erre a lapra akkor most megrajzoltam ezzel a háromfajta technikával ezeket a foltokat. Ez a satírozós, ez a tompa ceruzás, ez pedig a hegyes ceruzás vonalazás. A felső sorban úgy fogom használni a satírozót, hogy így laposan érje a papírt. És akkor ezeknek a tónusfoltoknak az egyik felét elkenem. Azt lehet látni, hogy egy simább, homogénabb felületet képez, ezen a részen ugye még lehet látni valamennyire a ceruza nyomokat, a vonalakat, itt sokkal kevésbé, egy sokkal egyöntetűbb, homogénabb felület képződött, illetve a maga a tónus is egyöntetűbb, ugye itt, ahol vannak még ilyen kisebb, nagyobb foltok, kilátszik a papír egy-két helyen, ezek teljesen eltűnnek, sokkal simább, fényesebb, sejmesebb felületet lehet ezzel előállítani. Nézzük akkor, mit csinál a tompa ceruzás vonalazással. Nem meglepő módon ugyanazt csinálja, tehát elteríti a grafitot, de annyi a különbség, hogy itt egy kicsit jobban megmaradnak azért a ceruza nyomok. Ezt is el lehet egyébként tüntetni, csak akkor például többször kell átmenni rajta, meg jobban rányomni, de ahhoz jobb a másik kéztartás, az író kéztartás. Harmadikként pedig nézzük meg, hogy mit csinál a vékony vonalas árnyékolással, tónusozással. Itt is elteríti a grafitot, eltűnnek ezek a vonalak közötti fehér csíkok, ahol átlátszik a papír, viszont ezeket az élesebb vonalakat nem tudja már teljesen eltüntetni, tehát ezek ott maradnak. Ugye a három között az a különbség, hogy minél élesebb a vonal, vagy minél jobban látszik az eredetiben a vonal, az a papír satírozó használata után is megmarad. És az alsó sornál egy olyan satírozót használok, aminek már tompa a hegye, és ezt az írókéztartással fogom. Ennek ugye az lesz a következménye, hogy jóval erősebben rá tudom nyomni, tehát ez az elkenő, összemosó hatás sokkal jobban érvényesülhet. És hogyha megnézzük a kétfajta felületet, az látszik, hogy ez még simább, még homogénabb lett, illetve, hogy jobban rányomtam ezt a papírsatírozót, még jobban eltüntette a papírnak a fehérségét, és egy kicsit sötétebb lett a tónus. Hogyha ezt a kettőt összehasonlítjuk, ez egy sötétebb tónusfelületet ad, mint ez. Itt is, csak kevésbé markáns a különbség. Nézzük most a tompa vonalas tónus felületen. Azt lehet itt látni, hogy teljesen eltűntek ezek a vonalak, ezek a tompa vonalak, egy egységes, homogén felület jött létre. Ugye ez az kellett, hogy jó erősen rányomtam a rudat, ezt a papírrudat, és többször is átmentem ezen a felületen. Utolsónak nézzük meg ezt a vonalas, ezt a éles vonalas tónus felületet. És a következő történik, hogy hiába megyek át sokszor rajta, a legélesebb vonalak azok benne maradnak. De amikor a ceruza hegyével, egy hegyes ceruzával vonalazunk, akkor biztos lesz olyan vonal, ami egy kicsit jobban rányomódik, egy picit jobban megnyomtuk a ceruzát, ezeket már itt nem lehet eltüntetni, valamennyire ott maradnak, de az erős nyomás miatt itt is egy jóval homogénebb, egységesebb tónusfelületet lehet létrehozni, ami lényegesen sötétebb, mint az eredeti vonalas. Most mutatok egy-két példát arra is, hogy a szénnel mit csinál ez a satírozó. Ez itt egy szénceruzával készített folt, és ezt fogom most elkenni, összemosni. És
Az eredmény megint csak az, hogy elteríti ezt a szénréteget. Jó, most ide alárakom azt, hogy lássuk, hogy milyen volt eredetileg. Ez egy pasztel papír, textúrás papír, tehát amikor lerakom a szénceruzával a foltot, akkor még átlátszik a papír színe, egy ilyen kis porózus felületet ad, hogyha végigmentem rajta a satírozóval, akkor egy sokkal homogénabb felületet ad. Viszont azt lehet látni, hogy a tónusa kevésbé erőteljes, tehát ez a rész, az eredeti el nem mosott szenes rész, ennek sötétebb a tónusa. Azaz a satírozó a szénnek a tónusán gyengít. Viszont, amit meg lehet vele csinálni, hogy többször is meg lehet ezt ismételni. Most még egyszer végigmegyek a szénceruzával ezen a rétegen, vagy ezen a részen, és ezt megint elkenem. Itt arra kell figyelni nagyon, hogy itt nem szabad erősen rányomni, csak elkenni az oda fölvitt szenet, szénport. Ugye ezt is elteríti, ezt a második réteget is szépen elteríti a papírsatírozó. És egy lényegesen sötétebb tónus lehet így létrehozni. És a kettő közé is bármit meg lehet csinálni. Ugye csinálok egy olyan részt, amikor kevésbé nyomom rá, nem nyomom rá annyira erőteljesen, mint ennél a résznél. Ezt megint elkenem. És az látni, hogy ez már a harmadik tónus, amit létrehoztam ezzel a két eszközzel. Egy világos, egy sötétebb, meg egy még sötétebb. Azaz nagyon-nagyon szépen lehet játszani a tónusokkal, igazítani, alakítani egy szénrajzban ezeknek a felületeknek a tónus erősségét, hogyha a satírozót is bevetjük. Egy másik ilyen alkalmazás ennek a satírozónak, hogyha nem ilyen nagyon homogén felületekről van szó, hanem például valamilyen mintázatról, ami akár lehet egy víznek a mintázata, például, vagy bármilyen természeti dolognak, egy ilyen tájképnek, és ugye itt is ugye elkeni a... Itt is ugye azt csinálja, hogy el lehet kenni vele ezeket a színnel odarakott nyomokat, és ezzel szépen lehet játszani, hogy mennyit kenszel vele belőle, mennyit hagysz ott, milyen látképet akarsz csinálni, mennyire akarod elmosódottnak láttatni mondjuk a vízen levő tükröződéseket. És ha már jó szénporos a papír satírozó, akkor lehet vele szépen rajzolni is további hullámokat vagy felhőfoszlányokat. Ugye a mozdulat az megint ugyanaz, azaz elkezdjük elkenni satírozó mozdulatokkal. Hát itt, ahol találkozik egymással a sötét meg a világosabb tónus, itt alakítjuk az átmenetet azzal, hogy a határon átmegyünk többször ezzel a satírozóval. És akkor azt az éles felületet azt szépen el lehet simítani. Attól függően, mennyire akarjuk ezt az átmenetet finomítani, attól függően több vagy kevesebb ideig simogatjuk, azaz többször vagy kevesebbszer megyünk át ezen a részen. Végül most mutatok néhány rajzot, ami ennek az eszköznek a felhasználásával készült, hogy a gyakorlatban egy valódi rajznál hogyan kell alkalmazni. Ebben a rajzban két helyen van összemosás technika, az egyik maga az asztallap, amin a poharak állnak, a másik pedig a poharak üvegfalán megcsillanó különböző tónusú foltok. Ezeket az apró részeket szinte kizárólag csak ezzel lehet megcsinálni, újjal vagy egyéb eszközen nagyon nehéz ide benyúlni. Ez a rajz egy jó példa arra, hogy mikor érdemes és mikor nem szabad használni a papírsatírozót. Itt a hullámoknál az első réteget például ezzel csináltam meg, illetve hát ezzel elmostam, és utána a következő réteget már nem mostam el, ott hagytam a ceruzának a nyomait, illetve ezen a fém tengén, itt a csiga közepén, itt is használtam a papírsatírozót, hogy ezt a fémes, nagyon sima felületet jobban visszaadjam.
ellenben a csigának a fa részén, a köteleken, vagy ezeken a régi, kicsit rozsdamarta fémalkatrészeken már nem használtam a papírsatírozót, ott a ceruza nyomok, illetve a ceruzás árnyékolás technika jobban visszaadta a felületnek a jellegzetességeit. Ez a rajz megint kiváló példa arra, hogy hogyan lehet használni ezt az eszközt arra, hogy megkülönböztessünk különböző anyagfajtákat. Ugye itt az alma felülete az összemosással, papírsatírozó segítségével készült, annak a fém csapnak a felülete pedig kizárólag vonalas árnyékolás technikával. Tehát erre nagyon jól lehet használni a satírozót, illetve az összemosás technikát. Ezt mindig érdemes egy rajznál végig gondolni, hogy hol szeretnéd alkalmazni. Ez pedig egy szénrajz, pontosabban szénnel és szénceruzával készült rajz. Itt is használtam a papírsatírozót, elsősorban itt a csészén, ezen a kerámia csészén, illetve a háttéren néhány helyen. Ezzel véget ért a papírsatírozó bemutatásáról szóló kis filmünk. Ha tetszett és hasznosnak találtad, akkor iratkozz fel a csatornánkra, hamarosan bemutatjuk a papírsatírozó tisztítását, abban az esetben, hogyha már nagyon elkoszolódott. Addig is jó rajzolást kívánok!